Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy tudjátok megjavítani ezt a fajta mosógépet. Hát ezt gyártják különböző néven. Lehet, hogy Electrolux, Zanussi, vagy még ki tudja még milyen névem van. És azt hiszem, hogy erről a gépről még nem csináltam videót, hogy lehet megjavítani akkor, hogyha nem kapcsol be. Ugye be van dugva a gépünk, és akárhova tekerem a program választó gombot, nem kapcsol be, olyan, mintha nem lenne áram alatt. Úgyhogy most ezt szeretném megmutatni. Már volt egy pár gép, amin ezt a javítást mutattam. Hát most gondoltam, hogy hát ha valakire ilyen gépe van, és ezt szeretné tudni, akkor megmutatom, mert ez is egy típus hiba ezeknél a gépeknél. Akkor azt kell csinálni, hogy az alaplapot, ugye a hiba az alaplapon van, azt kell kiszedni és kicserélni rajta egy-két dolgot. Ahhoz ki kell szedni természetesen az alaplapot, az meg ennél a gépnél itt van. Nem is, várjál, csak itt van. Azt hiszem, vagy azon az oldalon, vagy ezen az oldalon. De itt van lent hátul. És akkor leszedem, úgy kell lekeszedni a tetejét. Itt van két csavar. Akkor utána ott van egy csavar. Másik oldalon egy csavar. Meg itt két oldalt. Itt vannak csavarok, ezeket kell kiszedni, és utána ez a hátsó része hátrafelé eljön. Na most ezt nem mutatom meg, már sokszor megmutattam, most én szétszedem, és akkor utána visszajövök. Na tehát leszedtem a hátulját, de ha kiszeditek az összes csavart, akkor hátrafelé lejön a hátulja. És akkor itt van az alaplap, tehát a hátulról nézve akkor bal oldalon. Itt van egy csavar, nem tudom mennyire látszik, ezt ki kell tekerni. Ezt fogja oda. Plusz még valamilyen pöckök. Okay. Akkor most jelöljetek össze mindent, mi hova megy. Össze kell jelölni az összes vezetéket, mi hova megy, mert elképzelhető, hogy föl lehet cserélni. És akkor utána húzogassátok le őket. Most összejelölöm, meg lehúzogatom, és akkor visszajövök. Jó, tehát itt van az alaplapja. Pattintsuk le róla a műanyag burkolatot. Ennyi. És itt már tisztán látszik is, hogy mi a probléma. Ez az ellenállás éget szét. Általában mindig ez a probléma. De ezzel együtt ki kell cserélni. Tehát ezt az ellenállást, ezt a kondit, ami 10 mikrofarad 400 volt, ezt a kondit, plusz ezt az IC-t kell kicserélni. Úgyhogy szedjük ki az alaplapot a műanyag burkolatból. Oké, és akkor hát egyszerű, ezt az ellenállást egyszerű kiszedni, forrasszuk ki, ott a két lába. A kondit egyszerű kiszedni, forrasszuk ki, ott a két lába. Az IC-t pedig úgy szoktam kiszedni a legegyszerűbben. Fogni egy kést, és
Lehet átrakom a másik oldalra a kamerát, hogy jobban látszódjon. Tehát az ellenállással, vagy az IC-vel mindig az a probléma, hogy több lába van. És ez a felületre van forrasztva, tehát nem megy át a másik oldalra, hanem a felületre van forrasztva. És nehéz úgy kiforrasztani, hogy ne tegyük tönkre az alaplapot, és hogy mind az összes lábát egyszerre melegítsük, hogy lejöjjön az IC. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy fogom és levágom a lábait tőbe. Mondjuk csak azért emelem fel, hogy lássátok, amúgy az asztalon szoktam csinálni. Jó, az egyik oldal megvan, akkor a másik oldalt is ugyanúgy. Tehát éles késsel így le kell nyomni, és ennyi, eljött. És utána most egyesével ki lehet forrasztani a lábakat, és utána vissza. Tehát ezt így lehet kiszedni. Az ellenállás pedig természetesen nagyon egyszerű, meg a kondit is nagyon egyszerű. Mindjárt mondom különben, hogy mekkora az ellenállás, mert általában így elég, akkor meg sem lehet állapítani az értékét. Nekem föl van írva, hogy mindjárt visszajövök és megmondom. Oké, tehát az ellenállás az 47 ohmos. A kondenzátor az 10 ohm 400 volt, vagy 450 volt. Nem fókuszál rá, de annyi, 10 ohm. Nem 10 ohm, 10 mikrofarad, bocs. 10 mikrofarad 450 volt. És az IC, mert valamikor az IC is eldurranik, úgyhogy nem lehet megállapítani a számait, az pedig LNK 364 G mint Géza, N mint Nándor. Oké, na hát akkor ezeket kell belevarázsolni, és akkor utána összerakni a gépet és kipróbálni. Általában ez a három alkatrészt kell kicserélni, és javaslom mind a hármat egyszerre, nem az, hogy külön-külön, mert az egyik általában, hogy az egyik tönkre megy, akkor tönkre teszi a másikat is, és hogyha csak így cserélgetjük, hogy egyet cserélünk, másikat cseréljük, akkor mindig tönkre teszi, mindig valamelyik a másikat. Tehát ezt a hármat ki kell cserélni egyszerre, ne is gondolkozzatok, hogy külön-külön. Ezt a hármat cseréljétek ki, és akkor jó lesz. Vagy ti cseréljétek ki, hogyha, mert eléggé nehéz ide beforrasztani az IC-t, úgyhogy ha van tapasztalatotok forrasztással, akkor cseréljétek ki, ha nem, akkor vigyétek el a tévészerelőhöz, megmutatjátok, mit kell kicserélni, és kicserélni nektek félérekért. Na hát akkor kicserélem, és akkor utána visszajövök. Na hát meg is vagyok. Benn van az új IC. Nem egyszerű, nagyon közel vannak a lábak. Még egyszer mondom, akinek nincs tapasztalat a forrasztással, az inkább vigyel a tévészerelőhöz, mert nagyon közel vannak ott az ellenállások, ott is, és egy rossz mozdulat, és tönkre ment az egész alaplap. Az új 47 ohmos ellenállás is benn van, és a kondi is. A kondinál elfelejtettem azt mondani, hogy az ellenállásnak a polaritása mindegy, azt be lehet rakni fordítva, így is, úgy is, az nem érdekes, az teljesen mindegy, hogy van berakva. A kondinál viszont nagyon fontos, hogy az alaplapon ott van egy kis fehér nyíl, azt jelzi az a negatív oldala a kondinak. Ugye a kondin is meg van jelölve egy fehér csíkkal, meg egy negatív jel van rajta, azt mindenképp arra felére kell rakni, ha nem arra megy, akkor ebből robban szét, amikor áramra rárakjuk. És ugye az IC is adott, mert az IC-nek egyik oldalon négy lába van, a másikon meg három, tehát ezt még véletlenül se lehet fordítva berakni. Hát akkor ennyi, rakjuk össze, és akkor mehet vissza a gépbe, és meg kell próbálni, hogy jó lett-e.
Jó, akkor visszadugdostam a vezetékeket, és még egyszer mondom, hogy nagyon fontos összejelölni, mert még így, hogy összejelöltem, még így is az egyik csatlakozót rossz helyre dugtam, de szerencsére rájöttem, és utána tehát rá is, onnan is láttam, hogy természetesen rossz helyen van, mert összejelöltem, és hogy azt nem figyeltem először. Tehát mindenképp jelöljétek össze, mert össze lehet cserélni, hogy hova dugjuk a vezetéket. És akkor vissza is raktam a helyére, akkor áram alá helyezem. És próbáljuk ki. Hát nem tudom, látszik, de ezzel nincsen digitális kijelző, de a lámpák már világítanak. Úgyhogy áram alatt van a gép. Úgyhogy kész, ez meg van javítva, és biztos vagyok benne, hogy működik is. Hallom, hogy bekapcsolt, és megy is a szivattyú. Úgyhogy ezzel meg lett javítva a gép. Hát az ellenállás az ennyire szétégett, úgyhogy ennek kakuk, meg át a kondit is kicseréltem. Ilyenkor mindig kicserélem a kondit is, meg az IC-t is. Az IC meg már nincs meg, az leesett a földre, valahol nem tudom, hol van. Ennyi. Ezt így kell megjavítani, ezt a gépet. Nagyon hasonló az Electroluxhoz, amit már csináltam, de mégse teljesen ugyanaz. És már pörög is a motor. Na hát remélem valakinek hasznos lesz a videó, és ha kérdés van, szóljatok nyugodtan, ha tudok, szívesen segítek. Köszi, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!